Csábabinéni. néni. Na, gyerekek, megint egy fasság jutott eszembe. Nem tudom, mostanában, hát nem mostanában, talán amióta apa lettem, másfél éve. Oh, ilyen ugyanolyan lettem, mint az öregek, hogy bezzeg az én időmben. De ez az idegesítő, én már kezdek ez az idegesítő lenni. Már izé, nézem a varburgokat, tetszenek, meg ilyenek. Na mindegy, van egy ilyen retro feeling. Ugye, amit biztosan nem fog megélni a kislányom, de nekem természetes volt az, hogy fehér a karácsony. De vannak még ilyen dolgok, amiket már más nem izél. Vagy már. Tehát nem valószínű, hogy visszajön, bár most, ami, aminek nagyon örülök, a Nestlé csoki újra van. Ez, tudjátok, ez a piros izi Magyarországon, hát de mondok ilyet például eltűnt az Amsters, vagy a Helikon cigi. Ja, az Amster tűnt el. Aha, az amstár, De mindettől függetlenül biztos vagyok benne, szerintem így hívták, de ha még nem is így hívták, de mindenki zabált gyerekkorába, vidéken biztos, aztán, hogy a városiak hozzájutottak, ez szerintem ti városiak nem. Papsajtot mentem vidéken az árok parton, ott volt tízezresével, na jó, túlzok, de ott volt a papsajt, ilyen kis apró gyógyszerszem nagyságú, aki nem ismerni, annak mondom el. Így levél ölelte körül, egy ilyen kis fehér baszomság, ettük a földről, amit összehúgyozott a kutya, vagy valószínűséggel 15 perccel azelőtt. De gyerekek, mi lett a papsajtal? Felzabáltuk az összeset? Most egy hete van rajtam ez a izi, hogy Ja, mert kimentem, ezt megörültem, bazd meg itt van a udvarunkon nőtt egy papsajt, azt a faszomat, csak még a pitpangnak kezdett ott kinyílni a izé, Á, mindegy, csalódott voltam. De ezt úgy is mentem aznap, meg hát így egy hete azért jobban nézem a földet, hogy találjak papsajtot, és nincsen papsajt. Az nem, nem létezik most már, vagy mi lett vele? Kihalt? Vagy utána néztem a google mm, ez valami, mi a faszom? Papsajt májva. Tehát ez valami májvának volt a izéje. De nem hiszem, hogy az árupparton nőtt volna májva, vagy de. De basszátok meg, ez jól eltűnt. Esküszöm, hogy izé, ezt kéne árulnia valakinek, mert most vennék egy fél kiló papsajtot. Mint a sotya, úgy el kell vele pöcsölni. De hiszek benne, hogy ez vissza fog jönni a divatba, majd figyeljétek meg, amúgy erre kicsi az esély, de mama mondta, hogy hát az ő gyerekkorában a libamáj az ilyen semmi kaja volt, majdnem, hogy a macska ette meg, most meg 10 forint kilója, hogy vissza fog jönni, ezt majd ilyen nagy izé, mislencsillagos séfek, hogy 3-4 papsajtot kitesznek, egy kis izét odapöttyöznek valami vinegrettet, ez lesz 22 forint egy ilyen tányér. Na, de mindattól függetlenül várom nek tőletek kommentbe, hogy milyen olyan dolgok vannak még, amik teljesen eltűntek. És nincs izi. nincs most már, de még ha nem is hiányzik, de mi volt az, amit emlékeztek rá, hogy régen, vagy akár gyermek, gyermekkorotokban, vagy bármikor volt, és most már nincsen. Én talán ezt a papsajtot említeném, amit sajnálom, hogy nincs. Na, csá!